Sziasztok, üdvözlök mindenkit, ez itt a Marvel Teóriák csatorna, és hát jöjjön a Marvel Spider-Man második részének trailer elemzése, ugyanis hát van mit kielemezni. Kezdjük is, azt hiszem. A trailer Harry és Peter beszélgetésével kezdődik, amit már észrevehetünk, hogy Harry arca teljesen le lett cserélve, ezt az Insomniac korábban is jelezte, hogy ez meg fog történni. Az, hogy Harrynek hogy lett hirtelen haja, azt is tudjuk, vagy arra is van egy tippünk, ugyanis a történet 10 hónappal az első játék után játszódik, szóval volt ideje annak kinőnie. A beszélgetésben kiderül az is, hogy Harryvel volt valami rossz dolog az elmúlt 10 évben, itt jöhetett képbe az a betegség, ami miatt elkezdődött az a féle kezelés, amit már az előző részekben is láthattunk. Ami még itt érdekes, hogy azt mondja Harry Peternek, hogy meg fogják együtt gyógyítani a világot, tehát könnyen lehet, hogy az elején Venom szerepét egyfajta gyógyszerként fogják fel, és szerintem az is lehetséges, hogy Harry már az elején elmondja, hogy ő bizony részese ennek a szimbiótának. A kövi jelenetben végre újra láthatjuk a felújított piros-kék Peter szerkót és a pici csiszoláson átesett Miles ruhát. Az Insomniac a 10 hónapos időkülönbséggel magyarázza az új ruhákat, mindenképpen menők. Az új jeleneteknél láthatjuk az új helyszíneket, Queens, Brooklyn, de még a Coney Island is elérhető lesz majd a játékosoknak, így ezekkel az új területekkel közel kétszer nagyobb lesz majd a map, mint az előző játékban. Egyébként ezekből a helyszínekből már kaptunk egy kis ízelítőt, szóval mindenkit nagyon érdekes, és nagyon várjuk már szerintem mindannyian, hogy áthintázzuk ezeket a helyszíneket is. Nos, aztán jön a fodrász kommandó, amikor Peter bemutatja Milesnak Harryt, láthatjuk Miles és MJ új kinézetét, tehát MJ-nek hosszabb lett a haja, és picit felnőttesebb, érettebb megjelenést adtak neki a készítők. Az Insomniac a panelen megerősítette, hogy itt J. Jonah Jameson alkalmazottja lesz majd, és az ő keze alatt lesz majd újságíró. Ott van akkor Miles is, akinek meg szintén érdekes lett a haja, ami nagyon meglepett engem, hogy nem tudom, nekem annyira nem jön ez be, szóval ez eléggé meglepett, de ezek tényleg ízlések és pofonok. Ennél a jelenetnél még az is kiderül, hogy Peternek új munkája lesz, és hogy Miles kicsit aggódik, hogy nem lesz idő a pókemberkedésre. Most a kövi jelenet szerintem eléggé ígéretesen hangzik, ugyanis hát olyan, mint egy plázában lenne egy bunyó, és egy plázás környezetben lesz majd egy csata pókemberrel, és Kravennek a csatlósaival. Itt egyébként Peter megemlíti Kravent MJ-nek, tehát itt is együtt dolgoznak majd ezen az ügyön. Ami itt még érdekes, hogy ezt úgy mondja, mintha egy másik nevet említene, tehát van ezen kívül még egy név, aki bajt hozhat a fejükre, ez már vagy Venom, vagy pedig Gyík, de szerintem először még utóbbi. Az, hogy milyen vadászatról beszél itt Peter, az egy másik kérdés, de ahogy már megfigyeltük, valamiért Gyíkre pályázik a foguk. Erről majd később fogunk egy kicsit beszélni. Nekem most viszont egy olyan teóriám lett, hogy Gyík és Pókember gyógyító DNS-eivel akarják majd valahogy továbbfejleszteni a Venom szimbiótát, vagy csak ergo a Gyíkre pályázik valamiért a foguk, de később elmondom, hogy miért, maradjatok itt. Nos, ami a következő jelenetünk lenne, az is az összes jelenet igazából érdekes, szóval ezt el fogom még párszor mondani, olyan, mintha a szimbióta most érkezett volna le a Földre, ami másik felfogása a sztorinak. Ez elég jól néz ki, hogy az Ultimate sztorin alapul, az itteni Venom legalábbis, tehát nem egy UFO, hanem egy kifejlesztett organizmus, bár szerintem nem is biztos, hogy itt a Földre érkezik UFO-ként Venom, hanem lehet, hogy itt leválasztották, vagy Pókemberről, vagy Venomról, vagy akin rajta volt. A lényeg, hogy itt begyűjtik Venomot, az, hogy mi az előzménye, azt még nem tudjuk. Itt van Martin Lee, aki szembe kerül Miles-szal. Miles azt mondja, hogy elvett tőle valamit, ami nyilván az édesapja, és könnyen lehet, hogy itt szembe megy majd vele. Ami nagyon érdekes, az inkább maga a háttér, mintha valami repülőgép szerencsétlenség lenne, ami leginkább Kraven gépreire hasonlítanak. Tehát könnyen lehet, hogy betörtek Kravenék a börtönbe, hogy az ilyenek miatt kitörjön a káosz, és újra összeálljon a Sinister Six. A legelső teaser egy eleve hasonló környezetet ír le, szóval simán lehet, hogy itt tényleg kirobban újra a káosz, főleg, hogy még ennél a jelenetnél is, meg annál a jelenetnél is, tehát mind a kettőnél még Peternek továbbfejlesztett, vagy már a továbbfejlesztett ruha van, ugye nem tudjuk, hogy mikor jön majd be a képbe a Venom szerkó. A kövi jelenetben egy érdekes alakot, valószínűleg Yurit láthatjuk, akinek egy új alter egója ez, aki ugye játszott a DLC-kkel, azt tudhatja, hogy Yuri teljesen bepöccent a végén, és hát gyakorlatilag Pókember miatt rúgták ki, szóval könnyen lehet, hogy majd így vele is meg kell majd küzdenünk. A kép bal oldalán Peter továbbfejlesztett ruhája van, a jobb oldalon pedig egy szakadt ruhás ember, aki szerintem Dr. Kurt Connors, az is lehet, hogy Kraven teljes körözést adott ki Connorsre,
így mindenki rápályázik, legalábbis Peterék nagyon meg akarják védeni őt, szóval tényleg fontos láncem lesz majd a történetbe Connors. Itt Peter és Miles anyukája beszélget, az, hogy Rio tudja-e, hogy Peter a pókember, azt nem tudom, de könnyen lehet, hogy Miles is kicsit be fog pöccenni, ugyanis Lee egy ilyen szállat hagyhat maga után. Miles és MJ nem érti, mi van Peterrel, itt már a szimbióta ruha van Peterön, és MJ mintha hát elbújna tőle, most itt mogyát változik Venommá, vagy nem tudom. Ez nagyon érdekes, hogyha Peterön ennyire átveszi az uralmat a dű, az már nem jó jel. Az biztos, hogy indulatok fognak majd uralkodni mindenkin, ez egy ilyen sztori lesz majd. Itt Miles betoppan egy templomban, vagy hát nem is tudom mi ez. Ez talán egy olyan templom lehet, ahol Peter leveszi magáról Venomot? Hát nem tudom, de az biztos, hogy Cravennek itt is elcseszett szekta dolgait láthatjuk. Nem érdekes lesz Cravennel is majd a viszonyunk. Geek a fekete pókember ellen. Itt azt láthatjuk, vagy hallhatjuk, hogy az éles hanguk mennyire nem tesznek jót a szimbiótának, ahol megismerhettük a Venom szimbiótát ezelőtt is. Az, hogy pókember miért támad rá a Geekra, az nagyon érdekes. Petert teljesen legyőzi a Venom, ez látszik, átveszi felette az uralmat. Ami viszont még érdekesebb, az a Harryvel közös álmuk, ami könnyen lehet, hogy ez a szimbióta lesz majd. Az egyébként, hogy velem mi történt az elmúlt 10, vagy inkább 12 hónap alatt, az egy nagyon jó kérdés. Az is lehet, hogy pókember eredetébe is belemegyünk majd, a gyógymódot kutatva, de az is biztos, hogy Harry nem gyógyult meg. Ez a Miles Morales féle játék stáblista jelenetében is látható volt, sőt, könnyen lehet, hogy Geek ezért lehet majd fontos szereplő. Harryt ugyanis idő előtt engedték ki, ami arra enged következik, hogy nem gyógyult meg, így viszont Dr. Connors teszik majd felelőssé, és ezért keresik majd őt. Craven pedig ezért béreli fel majd Osborn, és akkor itt már kicsit kezd összeállni a kép. Főleg, hogy a végén láthatjuk Harry Venomját, aki így ezáltal könnyen lehet, hogy azért lesz újra Venom, mert egyszerűen haldoklik, és csak így tud majd életben maradni, hogyha rajta van a Venom. Ami így egy nagyon érdekes, érzelmekkel teli, drámai és durva pókember sztorit adhat nekünk. Rengeteg szál van, ami valahogy egy nagy egész lesz. Geek, Craven, Venom, Lee, Osborn, Miles és Yuri. Ezek mind külön történeti szálak, amik valahogy egy nagy egészet fognak képezni. Lehet ez elsőre káosznak tűnik, de ahogy előbb említettem, ez egy nagyon komoly pókember sztori lehet, ami hát könnyen lehet, hogy az eddigi egyik legjobb pókember adaptáció lesz. Számomra a legjobb pókember adaptáció, amit mozgóképernyő vagy bármilyen hasonló dolog le tudott másolni vagy adaptálni a képregényekből, az az első játék, de ezzel a sötét, sokkal komplikáltabb sztorival, ami egyelőre úgy néz ki, hogy komplikáltabb lesz, megelőzheti. Az előzőnek is zseniális sztoria volt, zseniális világa. Itt most gyakorlatilag ugyanazt fogjuk kapni, csak egy fokkal sötétebben, és egy fokkal nagyobban. Nagyobb látványvilág, jobb minőség, gyakorlatilag minden szempontból emeli a tétet az Insomniac. Elképesztően várom ezt a játékot. Hát így, ahogy, tehát mondom, hogy leírtam a trailert részletesen, sokkal jobban átláttam ezt az egészet, és sokkal jobban felkeltette az érdeklődésemet ez az egész. Eleve egy kiemelten várós projekt volt a Marvel Spider-Man, ami így aztán még jobban az lett, igazából most ez lett az év legjobban vártabb Marvel projektje. Szóval ez elképesztő volt. Amit szerintem egyik Comic-Conon lévő, hátralévő Marvel előzetes nem fog felülmúlni. Holnap szombaton a Comic-Contól függ, hogy lesz-e videó, de vasárnap biztos lesz, ugyanis a Marvel-ek előzetese biztos, de nagy esélye a Loki trailer is kint lesz addigra. Ezen kívül lesz majd egy kenges, és ha van rá igény, egy Marvel Spider-Man-es teória videó, ahol a ma említett szálakat fogjuk majd jobban kivesézni, hogy merre mehet majd ez egész. Illetve azt se felejtsük el, hogy a Secret Invasion évadzárója is jövő héten érkezik, szóval srácok, lesz miről beszélnünk, így hát mindenképp maradjatok itt ezen a csatornán, ugyanis együtt szépen ezeket mind lenyomjuk, szóval találkozunk a következő videóba, köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!